Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. És ahogy már el is mondtuk, ugye, hát ez egy, nem tudom, hogy számotokra mennyire jó, vagy mennyire nehéz téma, de hát a gyermek, ugye. És csak hát... félfüllel hallottuk, mi a téma. Bocsánat, én tudom a megfejtést. Na tessék. A rózsáról. Na mondd. De nyilván nem mondhatod. De elmondhatod, de nyugodtan segíts a nézőknek. Igen, annyit tudok segíteni, hogy én ennek a darabnak a... egyik címszerepét játszom a Budapest Operett Színházba olyan 12 éve. Ez egy Walt Disney musical. Így van, nagyon jó. És ez szerintem bőven elég segítség. A konkrét témánk pedig az, hogy állítólag ez egy kutatásnak a felmérése, az apák ugyanannyira ismerik a gyermekeiket, mint az édesanyák. Igen, mert van ez a tévhit, hogy jaj, hogy az anya az mindent tud a gyerekről, apa meg úgy néha elszórakozik vele. De hát ez nem így van, és erre... Erre, kizár ha valaki jó példa, akkor... Aki dolgozik rendes időben, ugye az nem ér haza akkor, amikor gyereket kéne nevelni. Mindig azt hiszik, hogy a mi szakmánkban sokkal nehezebb a gyereket nevelni, nehezebb foglalkozni vele, mert mi annyira elfoglaltak vagyunk. Én legalábbis bízvást mondhatom, hogy amikor a gyerekek megszülettek, és elkezdett a családi élet működni, akkor nekünk nem volt már csak a munka, meg az otthon. Szóval, és ez az olyan jó volt, hogy ez a kettő elég volt. Igen, de ugye színészként, amikor mondjuk nagyon sok munka van, akkor azért valamit háttérbe kell szorítani. Mindig van idő rá, a gyerekekre mindig van idő. Az nem igaz, hogy annyi dolgom van, hogy nincs idő a gyerekemre. Igen, talán az időbeosztás, ami különbözik egy normál foglalkozás embertől, hogy nálunk azért nagyon sok az esetek többségében ugye este nem vagyunk. Otthon. Viszont azt gondolom, hogy a ilyen családba született gyerekek valahogy erre szocializálódnak, tehát ezt szokták meg, hogy nem fél ötkor, mint hogy nálunk volt, hogy mindenki hazaér, és akkor fő a vacsora, és nem tudom, hanem fél ötkor nagyjából mindenki elmegy otthonról. Egyébként szakértőkkel beszélgettünk el, és úgy fogalmaztak, hogy a gyermek a legjobb közlekedő edény. Tehát, hogy ő tud igazából a legjobban alkalmazkodni bármihez, és hogyha mondjuk a színészek családjában ezt szokja meg a gyermek, akkor ugye ehhez fog igazából legkönnyebben alkalmazkodni. Mégis ugye átlagemberként azt gondolnánk, hogy a színészek életében azért sokkal nehezebb a úgymond a gyermeknevelés. De akkor ezt igazából meg is cáfoltátok. Igen, nálunk meg úgy alakult ki, hogy pont ezért az az idő, amit együtt töltünk, az mindig nagyon intenzív és nagyon fontos, és akkor tényleg csak az van. És mondjuk mennyire viszitek be a gyerekeket a színházba? Hát nálad mind a két lány a színházban kötött. Jönnek, mert persze jöttek annak idején, mert én most tőlük tudom, hogy ők. Amikor megkérdezik őket, hogy mikor határoztátok el, hogy színészek lesztek, ők nagyon későn döntöttek, hogy 10 éves korukban, de azt ők érezték, hogy ők már gyerekkoruk óta tudják, hogy mi az, hogy színház. Tehát ők hátulról mentek be a színházba először, nem a nézőtéren keresztül, és nekik természetes volt az, hogy ez az egy olyan hely, ahol a papa meg a mama létezik, akkor, amikor nem otthon van. Megütötte a fülemet, hogy úgy fogalmaztál, hogy 10 évesen döntötték el, és az szerinted késői döntés? Hát hogy, hát vannak olyanok, hogy akik azt mondják, én már 3 éves koromban úgy öltöztem, és a tükör előtt úgy illegettem, billegettem magamon, és hogy színésznő akartam lenni, és akkor van olyan, aki jó magam is olyan, hogy nagyon késő választottam ezt a pályát, én is 17-18 éves koromban döntöttem el, hogy ezzel kellene foglalkozni. Zsolt, ugye róla tudjuk, hogy ugye rengeteg sportolsz a gyerekkel, vannak azért megkötések is, gondolom a tanulás szempontjából, hogy mikor tudtok sportolni, vagy mi az, amit éppen csináltok, viszont nálad fontos lesz az, hogy mondjuk ő a színészet felé terelődjön? Baj, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy a minden gyermek kilőtt nyilvessző, tehát igazából én csak segíteni tudom, vagy támogatni, vagy esetleg elbeszélgetni olyan dolgokra, amire azt mondom, hogy figyelj, szerintem ne, de én rám se tudtak igazából hatni, mert hogyha úgy történt volna, hogy mondjuk a szüleim gondolják, akkor biztos középiskola az biztos egy gépipari technikum, és akkor utána még ha minden jó megy, akkor egy jó gépészmérnöki. De hát nekem annyira semmi közöm nem volt ez, hogy de hiába mondtak bármit, úgy alakult, ahogy én szerettem volna. És én azt gondolom, hogy a gyerekek, ahogy megszületnek, én valamitől azt hiszem, hogy tisztelni kell az ő külön egyéniségüket, a külön világukat,
hogy ő egy külön lény, nem az én általam belesújkolt dolgoknak a végrehajtó, hanem nekem tisztelni kell az ő akaratát, érzéseit, kívánságait. Már csak a saját példámon is, hogy nekem is meg kellett azért küzdeni, és én azt gondolom, hogy én szeretném őket úgy elfogadni, amilyenek. Ha ő ilyet szeretne, akkor abba próbálom támogatni a sportba, akkor a sportba, a zongorázásba. Persze megvannak a keretek, a határok, de legyen meg az ő. És talán ez a legjobb, és így lesz a legjobb szándéka. A kapcsolat, hogyha tényleg azt érzik, hogy ilyen támogató közeg veszi őket körül. Ez nálunk egyébként pályaválasztási téma, és ugye nálad 10 és 13 évesek ugye a gyerekek, tehát nálad hamarosan pont aktuális lesz. És ugye ahogy mondtad, hogy a zongor, de mégis azért van valami a fejedben, egyfajta pályaválasztási témában, mondjuk mi az, amit semmiképpen sem akarsz, mondjuk a gyereked azt a pályát választ. Én megpróbálom ezt a negatív pszichózist kifejteni, tehát azt mondom neki, hogy már pedig kötelezlek arra, hogy zenéjél, rockzenéjél és színpadra menjél, és ő tiltakozni fog, és azt mondja, hogy dacolok, ellenállok apámnak, és nemzetközi jogász leszek, még hogyha kitagadnak, akkor is azt mondom, jó, legyél nemzetközi jogász. Hát én mondjuk szeretném, hogyha az lenne, de lehet, hogy nem az lesz, és például a nagyobbnál nagyon erősek az ilyen, ugyanígy ugye hátulról nézték a színházat, és sokkal jobban érdekli az, hogy nem az, hogy a színpadon áll, hanem hogy mitől mozog, mitől füstöl, mik hogy jönnek, tehát hogy sokkal inkább látok rajta egy ilyen rendezői habitust. A kicsi meg egy ilyen hatalmas bóc, én szerintem én most borítékolom, hogy nem lehet majd leszedni a színpadról, annélkül, hogy mi hagynánk egyáltalán, hogy rálépjen. Péter, nálatok, amikor a lányok bejelentették otthon, hogy megpróbálkoznak a színművészeti egyetemmel, akkor még nem főiskolával, ti mit szóltatok? Féltetted, mert például nálunk az volt, hogy csak színész ne legyél, kérlek, mert főleg a nőnek az rettenetesen nehéz és borzasztó. Te az édesanyjuk nagyon nem szerette, én pedig azt mondtam, amit a Zsolt is mondott, hogy rájuk bíztam, olyan határozott erővel tört ki belülök azt, hogy nem tudok más csinálni. Csak ezt akarom csinálni, hogy egyszerűen nem volt vita, én örültem nekik, mert én természetesen bennem is megvolt az, hogy egy kevesebb konfliktussal járó pályát válasszanak, vagy jobb kereseti lehetőségek, vagy külföldi munkavállalási lehetőségek, vagy az egész világ. De én azt mondtam nekik, hogy én azt, hogy milyen színésznek lenni, és milyen a színházi, a színész élet, azt el tudom mondani, a jó és a rossz oldalát is el tudom mondani, hogy egy ügyvéd munkájában mi a jó és mi a rossz, vagy egy sebész professzor munkájában mi a jó vagy mi a rossz, azt nem tudom elmondani. Tehát én elmondtam nekik, hogy ez a jó, ez a rossz, készüljetek fel rá, hogy jobbról és balról fogtok kapni pofonokat, örömöket, és valahogy hála Istennek, hogy úgy sikerült, hogy így a pályájuk első 6-8 évében hát sokkal több szépet kaptak a pályától, mint nagyon sikeresek. Amikor például maga döntés megszületett, és már te is érezted, hogy akkor nincs mit tenni, akkor benned mondjuk átkapcsolt valamilyen másik gomb, hogy akkor viszont tényleg akkor ez lesz a pályájuk, és elkezdem őket úgy támogatni, ami mondjuk eddig még nem volt a fejedben? Tehát nem engedték, hogy támogassam őket. Egyik sem. Főleg a kicsi. Amikor ment például a főiskolára a felvételi, a harmadik felvételinél mondtam, mutasd már meg, hogy milyen anyagot viszel, mert egyszer azt se tudtam, hogy mit, hogy 10 verset kell venni, néhány monológot, és nem is mutatta meg. Amikor már elment délelőtt a felvételére, csak két példányban nyomtatta ki otthon, akkor néztem azt, hogy úristen, a 10 versből én 8-at, azt se tudom, hogy kicsoda, mert ő fiatal költők verseit szedte össze, hogy az neki úgy jól áll. És akkor azt úgy döbbenten néztem, hogy hát akkor ő lehet, hogy jobban tudja, mint én, hogy mit akar csinálni. És aztán hála Istennek sikerült is a felvételés. Mondom, megint csak azt tudom mondani, hogy én nagyon örülök nekik, hogy egyelőre több szépet kaptak. Mert valahogy úgy alakult az én pályám, hogy én az első 10 évben rengeteg minden szépet kaptam, és borzasztóan izgalmas dolgok történtek velem az első 10 évben. Ez egy óriási szerencse volt. Jó közegben voltam, jó szakemberekkel, jó kollégákkal, stb. És ővelük hasonlóan történt, úgy indult, hogy egy olyan mind a ketten vidéki színházat szerződtek, egy olyan nagy robbanás volt az életükben az első 5 év rengeteg szereppel, és hála Istennek jól megoldott szerepekkel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, hogy eljöttetek, és további sok sikereket kívánunk nektek és a gyermekeiteknek is.